Egy méterre följön vagyunk. Hallod, de aranyosak vagytok. Ez előrős úgy néz ki, mintha szopatná valakit. Figyelj, én ezt fogom, és akkor... De figyelj, várjál! Fogjad? Gyerekre jöjjön, mert tényleg ez bannak azt, hogy megmutatom, de ez férhelye érthetetlen, komolyan. Na így, így, és akkor Tibi, most te izéld. Te buzdíj. Hány kéz kell egy DRZ kuplung meghúzáshoz, algon váltókar meghúzáshoz? Húzik vagytok, egy ide jártok motorhoz. Nem megyek. Nagy. Nagy, jó, bele az ötös inbusz, ötös inbusz kell. Most belement, csak ebben. Tudod mi a baj, beleír a vázba. Előrébb próbáltam. Koncsuk, vegyük ki a blokkot. Baszki. Egy Suzuki sose romlik el. Megy a bőrzés. Úgy fog kinézni, mint a disznó. De eddig sem voltunk különbek szerintem. Sokkal. Magyarul a kartervi. Mindenünk van. Hát, hogyha van egy ötös inbuszod, van. Ami ettől rövidebb. Izénben nem viszont ráhúzni? Ide. Csak nyomjad fölfelé, mert nehogy beletörjön. Ki van szoporsodva. Nem, ezt a kéne, az a baj. A másik meg nem fér bele? Itt van egy cső. Nem az kéne, nem az kéne. Egy izé kéne, inbusz. Nézd meg ilyen. Ami hatos felje van. Nézd csak, ennek egyenes a vége. Na, ez jó lesz. Na hát akkor miért nem szóltatok előbb, ha tudjátok, hogy van ilyen? Még nem tudod lejjebb húzni azt a védőt? Na, akkor le kell szedni. Hol a 13-as? Én ezt most itt... Hol a cseszi? Remélem, most hozzák a fát erre. Nem fogják itt. Na. Mozgass meg kicsit, hogy lássam, hogy ez ilyen merev lett. Szóval visszakértett külcsön a motorodat? Igen, mert másfél év... Megy, nagyon jó. Várja. Hallod, az irány jó. Az irány jó, köszönöm. Meséltem neked, nem? Két évvel adtam. Hűtfölösát, van neki egy ereze, 1200. No? Jó, jó, húzzad még. Mozgasson. Meglátszok, mennyi? 5 kiló. Határozottan javul. Igen. Érzéssel hagyd abban, hogy... Megfogta. Jó, oké. Egyenesen tartsd a kulcsot, várjál, így. Most jó. Jó, nézd meg, aztán szerintem hagyjátok, hogy el fog törni. Jöttök. Kész! Tavaly március. Na. Menjél nyugodtan előre. Menjél nyugodtan, hogy kik. Hátam kibaszott fáj!
kiesett a kereket, csapágyas vagy valami, így áll. Komolyan, nézd meg, állj le! Kendi, állj! Meg eltűnt a kerékanyám! Állj le! Állj le! Mindegyik. Tényleg? És Kendi minek fog itt mindjárt nagyon örülni? Jaj, de jó! Egyben megvan, de tök jó. Mi ebbe a tanulság? Hát az nincs. Hülyének is szerencséje van, de a menetnek annyi. Hát lehet, hogy nem véletlen esetleg. Szakácsuk, köszönöm szépen a székét. Ez jobban mész, mint délelőtt. Bár... profi vagyok. Hát ez nagyon romantikus. Ja. Nagyon. Tábort tűz. Megengeditek, hogy mondjuk, hogy verse. Dom. Mondja. Igen. Nagyon szép este van. Hej, hej, hej. Zacskós tej. Ez egy kis kétség. Ja, hogy ennyi. Ez gyönyörű volt. Vártuk a folytatást. Szerintem egy beállok, terülnék ki. Nekem is. Lapától opállalják. Nem kapcsolták vissza a műholdakat vajon, hogy legyen térerő? Térerő még mindig. Mm. Van? Nincs. Akkor be...
ebből csak odáig értem kidugolni. Hogy nehogy azt mondják, hogy mindig a Suzuki van baj. Meg lehet fordítani? Meg, persze, igen. Jövök? Igen, hátra leszünk. Jó. És párosan szép az élet. Jó. Most a tankolás óta. Ó, bocsánat, bocsánat. Ez az üres volt. Bakker, de mély. Ez a hegy lábánál van az alja. Körülbelül 1 kilométer. Ó. Tök jó lenne a kompozíció, nem lenne benne a motorod fele. Most már mindegy. Figyelj, úgyse fogom kivágni emiatt. De ez egy jó motor. Ezért van ez egyébként. Tisztaságával kapcsolatban vannak kételjeim. Hát ez a lovaknak van, tudod. Tessék! Mire tudod ezt használni? Oh, tessék! Akkor csapottál? Utolsó videófelvétel Tiborról. Mit üzenjünk a családodnak? Sőt, mit üzensz a családodnak? Belehaltam a taki túlába. De az nem a mi hibánk. Nem, nem keni a váltót. Na, elraktam a fényképezőgépet, erre elment a köz. Lefényképeztettem volna a tubit is. Ha nagy előved. Nem veszem előved. Ott voltam, barnak. Ellenfényes. Én rám fókusz, vagy én rám tötjék, így is fókuszál, meg odaállít-e mindent akkor.
12-es. Láttam. Szépen ment. Vissza kell állni. Igazából ez nem egy meredek feljáró. Persze, nem engedtem el a gát. Mi van, Kendi? Nagyon fáj az ujjam. Kilukadt az ujjad? Kilukadt az ujjam. Folytonsági problémát számadt. Anyu! Anyukám! Miért nem vagy itt most? Faszom. Beraktam az izét, azt a lekötőt. A jobb a feleségedet fogom sajnálni. Jaj, ez csíp, nem? Aha. Ez fertőtlenítő. Meséljetek, hogy mi a fasznak mesélj, mit tettél a kezére? Tegnap most fertőtlenítő kendőt, mert egy nagyon veszélyes helyen vagyunk, és ilyen bármilyen halálos kor megtámadhatja. Bejut a szervezetébe, és percet alatt végezve. Nézd, milyen profi cucca van, oda néz. Láttam, még kígyó elleni védőoltás is van. Az is van, minden van. De mélyen elcsesztem. Ezt a vért, azt mennyire nem oldja semmi? A vért vérrel lehet oldani. Nem, kólával. Kóla nagyon jó rá. Ez nem az. Doktor Tomi. Ezeket az? Forgalmazod? Mostantól igen. Tényleg, van ujjad is? Tényleg egyet? Hallod, hol lehet akkor ilyet rendelni? www.tropic.hu. Tényleg? Ez volt a reklámhelye. Jó, te céged? És tényleg van ilyen? Nincs. De holnaptól kezdve lesz? Kemikáliák vannak, de holnaptól lesz. Rendek, ez jó cucc ez. Aki profi, az profi. Hallod, és van utánrendelés is, meg webes áruház, meg ilyesmi. Na, ilyet ne vegyetek, mert ez pont szar. Ez hogy csinálom én? Ja. Itt a nagy ötletek így szoktak születni, mikor az ember ilyen balesetet szenved a semmi közepén. Az a lényeg, hogy nagyon ne húz, nézni, nagyon ne húz meg. Igen. Meg le kell ragasztani, úgyhogy meg is álljon.
Na jó, ennyit érdemelt ez az eset. Köszönöm. Kösz, apa. Tehát ez egy olyan vaskohó, ami faszén vas tartalmú kőzet, faszén rétegekkel megtöltötték, begyújtották egy hétig éget, az vagy főrobbant, vagy megolvadt a vas. Itt engedték, itt csapolták ki a vasat, és akkor homok volt előtte, és a homokból vágták a formákat. Mit tudom én, tepsi, meg ilyenek. Kerék, meg amit akar. A túloldalán, meg onnan tápláthatták a tohót. Egész jó állapotban van. Vaskohó, itt is egy csapoló nyílás. Ez még eredeti hamu. Por és hamu. Akkor az van, hogy ezek így felszoktak robbanni, és egy ilyen fő durran, akkor úgy hagyják. Utána azt mondják, hogy de látszik is, hogy meg van robbanva. De mitől robban meg? Le van folytva, vagy mitől? Hát igen, befolyt, vannak ott mindenféle gázok benne, azt fel tud robbanni. De látod itt a szellőző nyílásokat? Itt is egy? Igen, igen, igen. Aha. Túloldalt is, ott is biztos az volt. Ja. Úr, de kurva jó. És akkor a belső tégla az kicsit hőállóbb. Hát gondolom. Gondolom. Hát ugye alulról levegőztették, és ment át az oxigén, és akkor az a rétegelt dolog, hogy faszén, hogy hívják a ércet, vasérc, ugye vasérc, a vastartalmú szikla. Vasérc, faszén vasérc, azt pár nap ilyen izzítás után, vagy egy hét után, az így megolvadt. Csak ezeknek mindig az a halál, hogy egy fölrobban egy idő után.
Megkímélt Honda XRL eladó. Azon imádkoztam. Elmeséled, hogy mi történt? Azon imádkoztam, hogy mire visszaértek, addigra rángassam ki, mert tudtam, hogy fel fogod venni. Hát kicsit lemaradtam, jó nagy rungal mentem utánatok. Mi volt a terv? Hát, hogy átmegyek. Segíts neki kivenni, ezt szerintem fél perc alatt kirántod onnan. Mi? Megfogod, azt kihúzod. Csak tartsd egyenesen. Várjál itt, amíg kihúzod. Várjál. Remélem látjátok a technikát. Ürességben van? Nem, üresbe. Ezt akár okítani is lehetne, olyan jó módszer. Várjál. Csak tartsd, hogy ne dőljön el. Figyelj már, te nem vagy mérnök? Hát. Én szerintem most már nem fogunk rajta húzni. Várjál. Újat fogunk? Várjál. Te csak tartsad, majd én húzom. Egyenesíts ki a kormányt, és akkor sokkal könnyebb lenne húzni. Úgy. Nagyon jól csinálod. Várjál. Újat fogsz? Mindig fogsz. Várjál egyszer. 1, 2, 3. Gyere, fogd meg a motort, az húz ki szerintem. 1, 2, 3. Biztosan nincsen sebességben? Nincs. 1, 2, 3. Várjál. Rátoltad, Béla. Mi a baj? Most már ki tudjátok húzni kötél nélkül is. Már nincs benne. 1, 2. Várjál. Egyszer. Nem hiszem már, hogy nincsen sebességben. Bazd meg, persze, hogy sebességben. Üresben volt, hát be tudtam rúgni. Tudja, hogy üresben volt. Főfelé húz. Vagy húzd be a kuplungot, ott van a kezedben. Csak én húzom, várjál, mert rátolt. Ja, nincsen sebességben. Mondom, húzd be a kuplungot, ez csodálképes. Túl vagyunk rajta. Tomi, kész vagyunk, kim vagyunk. Kösz. Tehát egyedül nekiáll, és nem adja fel, onnan indult a közepén, onnan indult, mert fürödni akart. Onnan indult, és egyedül kiszedte. Remélem többen megtanulták a technikát, mert ez említésre méltó volt. Én minden esetre megjegyeztem. De nem volt rossz ötlet. Igen. Fantasztikus ember. Igen. Hát ez az, nem adom fel. Igen. Hiányozni fogtok. Jó.